A mai estén Bódi Gábornak az Amerikai Anzix című filmjét fogják látni. Bemutatom Lugosi Istvánt, aki a filmnek az operatőrje, és a film után is itt van velünk, tehát aki itt marad a szokásos film utáni beszélgetésre, erre én mindenkit biztatnék, az Istvánnal is beszélgethet, kérdezhet tőle, mint hogy valószínűleg én is fogok tőle még kérdezni. De azért most is mondunk néhány dolgot Bódi Gáborról és erről a filmről. Először nagyon röviden Bódi Gábornak az életéről. 1945-ben született, 46-ban született, és 85-ben meghalt. Tehát 39 évet élt összesen. Egy nagyon rövid életű és összesen három nagy játékfilmet és több kisebb filmet készített életében. Ennek ellenére azt hiszem, hogy egy olyan magyar filmrendező, akit amíg olyasmi lesz a világon, hogy magyar film, addig mindig számon fognak tartani. Ha tanultak olyasmit irodalomtörténetben, hogy egy Arthur Rimbaud nevű költő, az egy elátkozott költő volt, így szokták hívni. Könnyen lehet, hogy Bódi Gáborról is el lehet ezt mondani, hogy egy elátkozott filmes. Azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy zseni volt, egy olyan tehetség, amilyet ritkán ad a sors egy országnak, és mint annyi zseni, ő is rengetegszer beleütközött az őt körülvevő világba. Beleütközött a kommunista rendszerbe is, amelyikben élt, de valószínűleg tartom, hogy bármi más rendszerbe is beleütközött volna. A három film, amiről beszéltem, a mai filmje az az ő első, úgymond nagyjátékfilmje. Ez a Balázs Béla stúdióban készült, de egyben főiskolai vizsgafilmje is volt, nem is fogadták el, mint főiskolai vizsgafilmet, csak amikor különböző fesztiválokon már sikere lett, akkor lett ez végül is egy sikeres főiskolai vizsgafilm is, ami kellett ugye a diplomához. A második filmjét Vörös Sándornak a Psziché című vers füzérjéből, verses regényéből készítette, és a harmadik filmje pedig a Kutya éji dala, amelyet saját forgatókönyvéből írt. Úgyhogy ez a három film az ő életműve. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy jelentős művészetszervezői tevékenységet is folytatott, több olyan csoportot alapított meg, amelyek a filmnyelvvel való kísérletezést szolgálták, így a Balázs Béla stúdióban, és később pedig nemzetközileg is egy Infermentál nevű csoportot. Úgyhogy egy csomó olyan rövid filmet készített, amelyek hallatlanul izgalmasak, a mai napig is érdekesek, és nem kapok semmiféle százalékot, hogy reklámozzam, de muszáj reklámoznom, hogy a Műcsarnok kiadásában megjelent egy DVD, amelyen rajta van a ma esti filmünk, az Amerikai Anzix és a Kutya éji dala, és más DVD-n pedig az ő rövid filmjeiből is jelent meg válogatás. Úgyhogy ennyit előre, és most István, tőled kérdezném azt, hogy te hol ismerkedtél meg Bódi Gáborral, hogyan lettél ennek a filmnek az operatőrje? Hát következőképpen, hogy én másodéves voltam már a főiskolán, amikor a Bódi bekerült a főiskolára, persze természetesen az sem mindegy, hogy hogyan került be a főiskolára. Hát együtt felvételiztek Dobai Péterrel, és ez már önmagában nagyon megterhelte a jól ismert főiskolai kontraszelekciós mechanizmusokat, lévén a tanárok közül volt valaki, nem szeretek neveket megnevezni, hogyha negatív szituációkról van szó, hogy valaki azt mondta, hogy két ilyen nagy ágyút a főiskola nem tud elviselni. Tehát a választás Bódi Gáborra esett, és Dobai Péter pedig író lett. Pedig kirostálták a felvételiről. Na most ez önmagában sok mindent elárul. Ugyanis
a főiskolára különösen 60-as években, de később is irgalmatlan túljelentkezés volt, mert a belvárosban, ami egy gyűjtőhely volt a pesti szubkultúrának, minden második fiatal filmrendező akart lenni, jó így tudja miért. Ugyanis minden első pedig operatőr. Igen, révén pokoli nehéz szakmáról van szó, csak ezt mi nem tudtuk. Mi azt képzeltük, hogy mi majd besétálunk a főiskolára, és utána besétálunk a filmgyárba, és aztán minden rendben lesz. Na most ez, hogy a tanárok így reagáltak, ez elárulja azt a mérhetetlenül aljas dolgot, ahogy a kontraszelekció működött, mert ők végignézték azt, hogy több százan jelentkeznek a főiskolára, miközben már pontosan tudták a vizsga meghirdetése előtt, hogy ki lesz az a 10 ember, akiket fel fognak venni. Hát nem mérhetetlen aljasság? Tehát végig csináltatni több száz emberrel a három lépcsős felvételi vizsgát teljesen értelmetlenül és feleslegesen. És azt mondod, Bódi bekerült, amikor te már másodéves voltál? Igen, igen. És akkor hogy kerültetek össze? Már más filmjében is dolgoztál az amerikai Anzix előtt főiskolás vizsgafilmben? Vagy miért téged kért fel erre? Mi csak úgy spontán módon összebarátkoztunk, mert nagyjából hasonló társaságban jártunk. Rettentesen ambiciózus volt, és azt mondta szó szerint, hogy idézzek, ez úgy megmaradt az emlékezetemben, hogy ez az ország nem fogja megúszni azt, hogy egy filmet csináljak. És akkor te ebben munkatársa lettél. Úgyhogy, hát rettentesen ambiciózus volt, ő bölcsészkart végzett, ráadásul még járt a Zsilka János nyelvészeti szemináriumaira is. És így került sor, miután ő már szintén befejezte a főiskolát, diplomafilmet kellett készítenie, és engem kért fel operatőrnek, valószínűleg talán azért, mert némelyik vizsgafilmem tetszett neki. Mond, és mit mondott ő, hogy milyen filmhez kér fel téged operatőrnek? Mi lesz a feladatod? Szóval lényegében miután majd a filmből ki fog derülni, hogy ez a film hogy az amerikai polgárháborút idézi fel, mint a cselekmény hátterét. Neki az volt az elképzelései, és azt mondta, hogy azt a problémát kellene megoldani, hogy olyan helye a képek, mint a korabeli daguerrotípiák, amelyek az amerikai polgárháború. Tehát ezek az ősi fényképek. Igen. Na most ezt én megvalósíthatatlan feladatnak gondoltam. Hát majd a nézők el fogják dönteni, hogy ez mennyiben sikerült és mennyiben nem. De lényegében többnyire statikus fűzbeállításokat kellett csinálni, és meg kell próbálni, hát megegyezni a laboratóriummal, hogy minél durvábbra hívják el a kópiát, hogy durva szemcsés legyen, hogy minél inkább hasonlítson a korabeli fotográfiákhoz. Kicsit abszurd feladnak tűnik, mert ő azt szerette volna elérni, hogy ez olyan hatást keltsen, mint egy talált filmtekercs. Jó lehet, akkor még filmtechnika nem létezett. 30 év múlva találták fel a filmet. Igen, igen. Szóval nekem kicsit abszurd elképzelésnek tűnt, és hát így álltunk neki a forgatásnak. Mindössze 14 forgatási nap állt rendelkezésünkre, nagyon kevés pénzzel és nagyon kevés nyersanyaggal, úgyhogy nekem ebben a legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy minden beállítást csak egyetlen egyszer lehetett felvenni. Szemben a közönséges játékfilmekkel, ahol 2-3-5-ször? Vagy még többször. Vagy még többször. Tehát ez olyan volt, mint egy vakrepülés. Hogy
hogy hát, vagy sikerül, vagy nem. Hát az eredményt azt most látni fogjuk. Istvánt megkérem akkor, hogy légy szíves, maradjál velünk a beszélgetésre a film után. Én még annyira hívnám fel a figyelmüket a film előtt. A bevezető feliratokban látni fogják, hogy Bódi Gábor hányféle forrást használt fel ahhoz, hogy megírja ennek a filmnek a történetét. Egy Fiala János nevű honvédtisztnek a naplója, különböző történelmi munkák, ez az beszámolók, egyebek. Ez egy egészen különleges eljárás volt akkoriban. Gondoljanak bele, hogy amikor ez a film készült, akkor mi volt a történelmi film? Alapvetően a jókai filmek, ugye? Tehát ekkoriban készült az Egri csillagok, ekkor készült a Kárpáti Zoltán, Egy magyar nábob, tehát ekkor készült a Kőszívű emberfiai, ezekben az években, amik az ő filmjét megelőzték. Tehát egy egészen másfajta történelmi filmet készített, mint amit ezeknél a színes széles vásznú jókai álmoknál megszokhattunk. Itt, ahogy István is említette, ugye úgy képzeljük el, mintha ősfilm már lett volna akkor, és fölvesznek az amerikai polgárháború idején. Az amerikai polgárháború, remélem, hogy emlékeznek még a tanulmányaikból, ugye éjszaka dél ellen, ahol a déli rabszolgatartó államokkal szemben az északi polgárosultabb és felszabadító és liberálisabb államok álltak, és ugye a film abból a történelmi tényből indul ki, hogy magyar szabadságharcosok, akik a 48-as szabadságharc veresége után külföldre kényszerültek, emigráltak, többféle, több más ország szabadságharcaiban is részt vettek, többek között aztán az amerikai polgárháborúban is az északiak oldalán részt vettek. Úgyhogy jó szórakozást és hogy mondjam, a képek élvezetét és elgondolkodást kívánok, és örülnék, ha itt maradnának néhányan, vagy minél többen a film utáni beszélgetésre. Köszönjük!